Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB, sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Február elején kijött az ötödik Emma Rosa lemez, amiről már egészen sokat beszéltem így előjáróban is. Ugye a klipet is láttuk, köszönjük, igen. Igen, meg is nézettem BB-vel a Givin Up-nak a klipjét. Bementünk a Pitch Clubba. Így van. A Pitch Club egyébként a címe a lemeznek, jól hát tudja a kolléga. És... hát megmondom őszintén, egy kicsit átverve érzem magam. Ugyanis... mert a zene is olyan, mint hogy bementek volna a Pitch Clubba? Nem. Te a... Kapuvári Pitch Clubba? Ne, az egy jó dal egyébként. Igen. Nem, a Giving Up... az a címe, nem? Giving Up volt. Mm-hmm. Igen. Az. Jó. Tehát a Giving Up az egy ilyen táncolós, popos lemezt vetített előre, amire így rázod a segged, meg énekelgetsz, meg elfütyülgetsz, meg rázod magad a kocsiba, uh-huh. meg mit tudom én. És ehhez képest egyébként a felelem ez az tényleg ilyen, hogy ilyen jó kis popos rigmusokat raknak a seggünk alá. Lelátói dolog. Igen. Szurkolói rigmus. Emma Rosa B közé. Viszont a lemeznek a másik fele, meg Emma Rosából átmegy Emo Rosába. És olyan szinten megy ez a kesergő. Jaj, ne! Tudod mikor, amikor egyszer gitárral énekel a Bradley Walden, az még egy jó dal, tehát az XO című dalra. Névre hallgat, az egy tök jó dal, viszont amikor utána eresztenek még négy ilyen siratót, akkor azt érzed, hogy tehát srácok, nem erről volt szó. Tehát amikor ti elkezdtetek zenélni, kurvára nem erről volt szó. És egyébként én megértem, hogy Johnny Craignek olyan hangi adottságai voltak, hogy alá ment ez a post-hardcore-os durvább zene, aztán jött Bradley Walden, megpróbálták a Versuson csinálni, tovább nem ment, és akkor a 131 című előző lemezzel átmentek a popposabb irányba, ami teljesen ki is teljesedik, és finom hangja van, kellemes hangja van, de érződik, hogy nem Johnny Craig, és egyébként így mentek utána a stílussal, és nagyon jól ráéreztek, hogy ezt pop irányba kell elvinni. Hát tényleg, bocs, egy poszter gyerek, tehát... Igen. Abszolút egy poszter gyerek a Bradley Walden. Igen, csak nem ebbe a pop irányba. Tehát, hogy a pop és pop között is van baromi nagy különbség, és fáj a szívem, hogy ezt kell mondani, de hallgassuk már meg a Bring Me The Horizon. Hát úgy kell popot csinálni, nem így. Modern popot, elektronikával, meg így is minden. Lehet popot, csak ez nem akkor indul 2019-et, mint a naptár. Igen. Mert ez nem passzol bele a korszerepbe, ez az arany. Nem, maga ez az aránytalanság nem passzol bele. Uh-huh. Hogy kicsit úgy érzem, úgy, mint a tavalyi Hubestank lemez, hogy ők is, mit tudom, 12 dalból 8 sirató volt, és ez a... Srácok, hova tűnt a rendület? Hova tűnt a tűz? Hova tűntek az ötletek? Az nem ötlet, hogy egy akkordbontásra majd nyávog valamit az énekes. Tehát az 62-ben kiment a divatból. Már 66-ban is mással nyerték meg a Táncdal Fesztivált. Erre akartam szírozni, az olyan előadások vannak rajta, amik igazából idejét voltak. Igen, úgyhogy nekem ez hatalmas szívfáj, de mert baromira vártam az Emma Rosát, mert én régen nagyon-nagyon szerettem őket. És szerintem a Versus lemez, meg az előtte levő Johnny Craig-es lemezek alapművek ebben a műfajban. Mm. Tehát ebben a post-hardcore-os, emo-kórosabb műfajban. És ahhoz képest az utóbbi két lemez, hát... A negatív stílusváltó zenekarokhoz szerintem fővéshetjük az Emma Rosát ezek után. Igen. Lassan már érik abból is, hogy második adás. Igen. Bár vannak egészen friss pályázók, versenyzők. Jó. Részemről egyébként ennyi volt. Részemről ennyi volt. Jól van. Emma Rosa. Picskla! Sem. Mi van? Semmi. Nem értem, csak belemondtam a mikrofon, picsklá! Csak eszembe, szevasztok srácok, új Emma Rosa jelent meg, a címe pedig... Picsklá! Sziasztok srácok, mikor picsklá! Na jó. Sziasztok, én vagyok, jelentem, bébé, ezt mikor picsklá!
Jó, hogy bevághatod egyébként felajánlod majd, hogyha olyan lesz. Ha olyan minőségű lesz, bevághatod? Olyan minőségű. Ha olyan minőségű. Ha olyan. 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 Olyan minőségű. Február elején... Még egyszer. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Akarod fölvenni még egyszer? Ja, lehet kéne. Ez lehet. Na.